Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Térségünk kiváló szakácsai mesterei Erfurtban jártak a közelmúltban. A kulináris olimpiáról nem tértek haza üres kézzel, a részletekről beszélgetek vendégeimmel, hiszen itt van Tóth Németh Zsuzsa, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség térségi képviselője, valamint Konyári Sándor, és a másik díszletben, ami még annyira nem látható, Huszár Tibor és Ciránkú István, de először is titeket köszöntelek, szervusztok! Köszönjük a nézőket! Nos, hát mi is ez a kulináris olimpia? Mert hogy én a témában full laikus vagyok, és nem is hallottam eddig erről a megmérettetésről. De azt gondolják, hogy csak a sportban és más egyéb dolgokban vannak nagy versenyek, de ez ugyanúgy működik a vendéglátásban és a gasztronómiában is. 4 évente megrendezésre kerül a kulináris olimpia, különböző témakörökbe, ahol szakácsok, cukrászok mérhetik össze tudásukat. Mennyire vagyunk erősek, mi térségbeliek, neveztünk már hasonló rendezvényre, esetleg 4 évvel ezelőtti olimpiára? Tulajdonképpen itt ül mellettem Sándor, Konyári séf úr, és ő 17 évvel ezelőtt 16. volt, 16 évvel ezelőtt igen, volt. Igen, évben rendezik, mert az olimpiai évben rendezik meg mindig az olimpiát. Így konkrét ez a csapat nem volt, hanem 17 éve Erfurtban voltunk kint. Nem 17 éve volt egy csapatunk, akik kint voltunk Svájcban, Bázelben, egy regionális csapatként indultunk versenyen, és a másik évben voltam én kint 2000-ben egyéni versenyzőként itt Erfurtban, akkor még artisztika kategóriában, meg van zöldségfaragó kollégánk, akik voltak kint, azt hiszem 4 vagy 8 éve. De 16 éve szakácsok nem voltak ilyen nemzetközi szinten versenyezni. Tehát mondhatjuk azt, hogy hihetetlen élmény volt, hogy újra és megint és a térségi képviselők ott voltak. Egyáltalán hogyan nevezhettetek? Milyen előfeltételeket kell teljesíteni egy ilyen olimpiára? Tulajdonképpen a nevezés az úgy történt, hogy közösen egyéni versenyzőként indultak a kollégák különböző területeken, szakácsok és cukrászok voltak, volt aki artisztikába, a két cukrászunk artisztikába, és a szakácsok pedig hidegkonyhai artisztikába indultak. De itt meg kell nyerni, gondolom, a hazai nagy országos megmérettetéseket, vagy hogy működik ez? Itt nincsen felmenő verseny. Tehát itt nincsen felmenő verseny, viszont az értékelés is azért teljesen más, mint egy másabb típusú olimpiai versenyen, mert hogy itt az elérhető pont a versenyzők részéről 100 pont kint a versenyen, és a zsűri csak és kizárólag azt nézi, hogy milyen hibák vannak, és visszavonásra történnek a különböző hibapontok, és ez fogja hozni majd az eredményt. Ahogy említettem, nem tértek haza üres kézzel a megyebeli, városbeli képviselők. Hát milyen eredményekkel büszkélkedhettek, Sanyi? Én azt mondom, hogy igen, büszkék lehetünk magunkra, mind országos, mind világszinten. Megnéztük, amit megkapta a szövetség az eredményeket, hogy a pontokat is, meg ilyeneket. Olyan csapatok, mint a békésiek vagy a debreceniek, akik nagyon régóta együtt versenyeznek, több nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező csapatok. Olyanok, ők is egy-egy oklevéllel, a katonai válogatottunk szerepelt nagyon jó, ők hidegkonyhába és melegkonyhába is ezüstérmet kaptak. És a mi csapatunk összességében az egyik cukrász kollégánk aranyérmet hozott, a Huszár Tibi kollégánk ma látunk ezüstöt, mi hárman pedig egy-egy diplomával tértünk haza. Hát ez egy szakmai elismerés amúgy? Óriási elismerés, tehát tőlem kérdezték, hogy akár tőlem többet vártak, volt ennek az, hogy felhívott gratulálni, hogy csalódott vagyok, elmondta neki, hogy szó nincs róla. Tehát egy-egy ilyen verseny egyáltalán részt venni, ott lenni, vagy egy-egy diplomát elérni. Tehát tudni kell róla, hogy ugye ez egy pontozásos verseny, 800 főn felett volt a nevezők száma, és a megfelelő pontot eljut, tehát a sohatár a 60 ponttól van a diploma, a 70-től a így ahogy megyünk fölfele, tehát így az érmek, és a 800 versenyzőből kb. Olyan 200-an kaptunk csak valamilyen eredmény. 600-an voltak úgy kint, hogy egy oklevelet, egy ilyen tűnik, tehát hogy azért, hogy mennyire megoszlott így a dolog. Te mivel készültél erre a versenyre? Én, hogy is mondjam, próbáltam önmagamat adni, valamilyen szinten belecsempészni az egészet. Imádom Salvador Dali munkásságát, festészetét, meg hasonlók. Egy olyan stílusú asztalt raktam össze, meg a dizájnom, meg kinézetem, minden ott volt, ahol az órák játszottak, hogy pici kis zsebórára volt állalva, egy kis finger food. Aztán maga a tányérok egy jelleggel voltak, a mátások, ami kifejezetten
arra emlékeztet, tehát ezt szerettem volna közvetíteni, hogy a nevetséges, de a tányérokat egy fürdőszobába csináltuk, tányér, és akkor messzülő rácsap a fröccsenyomáltás, hogy visszaadja a színeket, tehát eleve színes tányérokkal dolgoztam, ötféle színnel voltak. Egy nagyon minimális kis magyarságot is próbáltunk belecsempészni a menüsoromba. Ott volt egy töltött káposzta időzőjelbe, ami így versenyszinten megcsinálva, hogy egy bárány szűzből volt, krinoálmagokkal, és akkor a tejfölt úgy jelentettük meg, hogy spagetti volt rajta, és akkor az volt rá tekerve. Vagy a másik melegen elképzelt hidegen kivitelezett ételem egy tiszai halászlé, ami egy hal nyelvvel töltött ravioli, és akkor egy szférikus golyónak volt megcsinálva a halászlé, ami úgy néz ki, vagy úgy kell elképzelni, mint egy tojássárga. Kívül van egy kis burok, és a belsejében folyik, hogy a halászlé. Annyira hihetetlen, hogy milyen dolgokat találtok ki. Tehát én rendesen így azon gondolkodom, hogy ma este mit főzzek. Tehát, hogy és ezek pedig csodák. Tehát, hogy ezek hogyan születnek meg, Zsuzsa? Tehát ezért leülnek veletek a srácok, vagy rájuk hagyjátok ezeket én azt az gondolom, ötleteléseket? Hogy, én azt gondolom, hogy rendkívül kreatívak a kollégák. Tehát rendkívül kreatívak, gondolkodnak, beszélgetnek, összeülnek, agyalkodnak, nézik, hogy milyen új alapanyagok vannak, abból mit lehetne csinálni, és az az igazság, hogy ennek az újszerű gasztronómiának már jó része kémia. Tehát kémia, kísérleteznek, nézik, hogy ha különböző dolgokat csinálnak, akkor az egy idő után milyen eredménye lesz, ha ennyi percig csináljuk, hogy fog kinézni, ha annyi percig fogjuk csinálni, hogy fog kinézni, erről majd szerintem Tibor fog jó kis történetet mondani, mert ő is nagyon nagy ebben hát a kémikázásban. Én át is suhanok hozzájuk, hiszen említetted ezt a kémiai dolgot, hát akkor nézzük meg majdan, hogy mi fog itt történni, mert hogy ahogy említettem, ugye itt van Huszár Tibor és Ciránkú István, sziasztok, srácok, állt, libbenek. Hát gratulálok nektek köszönjük. Nem haragszol meg, neki egy picit jobban, hiszen Tibi ezüstérmes lett. Milyen élmény volt amúgy kint lenni Erfurtban? Meséljetek. Hát csodálatos élmény volt. Egyrészt maga a kiállítás, másrészt pedig az a légkör, ami körbevett minket. Ilyenkor amúgy lestek dolgokat másoktól, hogy ő hogy csinálja, ő hogyan tálal, ő mit használ? Már magát a folyamatot nem tudod lelesni, csak a végeredményt, és innentől kezdve visszafele kell boncolgatni mindent. Hogy ezt hogy rakhatta fel? Így van. Te mivel készültél amúgy? Hát ugyanabban a kategóriában indultunk mindannyian, csak más-más nap. Kettő hidegfinger, kettő melegfinger és egy ötfogásos menüsor. Ez annyira brutálisan hangzik, de hát te, mint nyertes, megkértelek, hogy ne csak mesélj erről a csodáról, hanem valamit mutass is be. Mivel készültél nekünk, Tibi? Hát igazából azt a levest hoztam el, ami ott az ötfogásos menüben szerepelt. Ez egy jégszűrt vörös káposztaleves, egy szférikus yuzu indikátorral és mustáros petrezselyen papírral. Erre mondták a kollégák, hogy jó, akkor nézzük már meg, hogy ez mit jelent pontosan, hogy akkor mit fogunk látni, meg mik ezek a furcsa szavak? Igazából annyit kell tudni, hogy a vörös káposztából egy redukció van főzve, és egy sima káposztából, utána vissza van hűtve 5 fok alá, és a vörös káposztának ebbe a redukcióba csak kiengedtetem a színét, tehát hogy ezt a kék szint elérjük. Savas közeg nélkül főzöm meg, és itt fog majd egy kis játékot belevinni ez az indikátor, hogy kiszabadítom a savas közeget, és át fogja változtatni a levesnek a színét. Aha. És ehhez ugye egy betét, ez a mustáros petrezselyen papír, ami megint csak nem egy ilyen megszokott dolog, ez volt hozzá egy feltétként. Na hát akkor nézzük az alkotás folyamatát, hölgyeim és uraim, akkor mondhatni, hogy egy ezüst érmes étel fog itt előttünk alakot és színt ölteni. Hát ugye itt megvannak a pontos anyaghányadok, mennyi folyadékot teszek, ugye itt kicsit játékos a tálalás is. Hát meg maga a tányér kialakítása is azért nagyon csínos. Pohárba fogom tálalni a levest, tehát ez most egy centi magasan itt fog állni benne. Ez úgy néz ki, hogy kiégetem az oxigént a pohárból. A belső nyomás megváltozik a külsőhöz képest, és így vákumot fog képezni a pohárban. Nem merek meg se szólalni. Úristen, csoda történik a Fikkenben. De látványos. És ugye ez így most felszívja a folyadékot, és ez ott áll benne. Ehhez jön. Ez az indikátor, ami narancslé, yuzu. Te sem mersz megszólalni, ugye?
Ide állok melléd. Megmerek szólalni, hogy nem mernék megszólalni. És ott már látszik is, hogy az anyag hát az reagál a flatására, ez ugye megszínezi. Ugye ehhez volt feltétként a petrezselyen papír. És most meg ne kérdezz, hogy a petrezselyen papírt még papírószerbe vettük, mert akkor rosszul leszek, tehát ezt mi készítjük. Hogyan? Hát, hogyan? Nem árultok el titkokat? Tehát a mesterszakácsok nem. Titkait nem lehet megtudni, papírt a papírt is el lehet árulni, tehát ez nem titok. A papír az úgy készül, hogy petrezselyen, mustár le van turmixolva. Aha. Alacsony hőfokon van kezelve, hogy a színét ne veszítse el. Utána le van szűrve, és agar-agarral étkezési keményítővel van összeforralva. Utána szilikonlapra hajszálvékonyan kikenve, és meg van szárítva egy ilyen 45-50 fokon. Ezt kinyújtod a szilikonlapon? Tehát egy spadullával lehúzza a folyadékot, és utána visszaszárítom. És igazából egy ilyen papír tehát festőmázolónak is, kémikusnak is igen, kell igen, lenni igen. Egy kicsit. Egy kicsit cukrásznak is, és mindennek. Na ugye a levesnek az elve, hogyha a vendég figyeljük, mindenki figyelje egy pillanat. Ho-ho. Akkor leveszi a poharat. És hogyha ezt a golyót megvágja benne, akkor a levesnek a színe átváltozik. Hát ez hihetetlen jó. Mennyit agyaltatok amúgy ezen az ételen? Hát igazából nagyon sokat jár az agyam, meg kattog, meg olvasok dolgok után, de ez úgy egy, nem tudom, dolgoztam műszakban, és egyszer csak bevillant egy ilyen, hogy ezt külön kéne valahogy látványként megjeleníteni. Egymást amúgy szoktátok segíteni, így ötletelgetés terén, vagy ilyenkor ennél a versenynél azért ilyen ellenfélként is tekintettetek egy picit egymásra? Igazán nem, mert ha bármit is kikísérleteztünk, tegyük fel azt, bármilyen tésztával dolgozunk, akkor az anyaghányadokat ugye csökkentve egyiket másikat, vagy a színezőiket megváltoztatva, akár fél napokat, napokat is el lehet tölteni az, hogy összesen egyetlen egy darab hajszálvékony kis rácsos szerkezetű tésztát elkészítse. Azon gondolkodom, hogy mi kellett az aranyéremhez. Láttátok az aranyérmesnek a munkáját? Igen. Tehát azért sok kell még odáig, vagy éppen csak egy hajszál? Hát azért a hajszáltól kicsivel több kell. Jó lenne ismét megtanulni a magyaroknak azt a nagyon jó kis hideg konyhát, amit valaha csúcs szinten tudták képviselni. Uh-huh. Most abban egy kicsit le vagyunk maradva, inkább elhajoltunk a meleg konyha felé, és annak a minél látványosabb tálalásához és az ételek megjelenítéséhez. Ha abba tudnánk egy picit fejlődni, akkor ahogy Sanyi mondta, lehet, hogy egy kicsivel több vasat osztunk volna haza. Én azon gondolkodom, hogy amúgy mennyire laza egy ilyen verseny, mármint olyan szinten, hogy a nagy komolyság mellett azért mennyire jut ismerkedésre idő, haverkodásra idő, más nemzeteknek a séfjeivel, szakácsaival esetleg értekezni, hogy ti mit használtok, milyen alapanyagokkal dolgoztok. Igazán erre időnk nincsen, mivel mindenki, tehát folyamatos volt a kiállítás, így napi 2 órát, max. 3-at ha tudtunk pihenni. Aztán az összes többi az munkával telt el. Tehát azt mondom, hogy 3:30-kor autóba ültél, hogy 4-re odaérjél a kapuhoz, ahol vártál egy 1/2 órát, ott beengedtek, a csarnok előtt vártál egy 1/2 órát, ez volt 5 óra, és akkor keresd meg az asztalodat, rakd össze. Tehát nem egy ilyen bulis dolog, hanem tényleg ott ilyen feszített tempó. Bulis dolog, mert amúgy nem csinálnád, mármint szerintem nem vállalnád be az egészet, viszont 7 órakor megszólalt a duda, és onnantól kezdve, ahogy voltál, podgyász föl, és ki lehetett menni. Hány órátok volt ezekre az alkotásokra? Hogyan tudtatok alkotni, Tibi? Előtte azért itt időben jó sok felkészülés volt, tehát most mondom azt, hogy mondjuk utazás előtt én egy hetet már szinte otthon sem voltam, tehát csak előkészületi munkák, száraz anyagoknál. Amit kivittem ehhez a menüsorhoz, csak szárazanyag, textúrák, hamuk, papírok, ropogósok, ilyesmik, 33 fajta volt. Ott kint ugye befejező műveleteket megcsinálni, az sem volt egy egyszerű dolog, meg hát ugye a fényezések, tehát készre vinni a munkát úgy, hogy ott a csarnokban már csak tálalni kelljen. És akkor itt is az ezüstérem az ilyen plusz 100 millió forinttal járt, ugye Tibi? Na, még nem tudok róla. Járhat, na ezt megbeszéljük. Kicsit fejlődne, igen, a gasztronómia ebbe a
kis térségben. Jó, ezt a vicc miatt kérdeztem természetesen. Négy év múlva ott lesztek a versenyen? Ez nagyon fontos kérdés. Tehát, hogy ez élünk egy inspiráció? Addig? Hát akkor reméljük. Igen. Persze. Jó, abszolút szurkolunk majd nektek akkor is, és remélhetőleg, hogy akkor csupa aranyéremmel fog mindenki hazatérni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nem is tudom, melyik kamerában nézek itt. Mondjuk nézek abba, vagy ebbe, nem tudom, így a bőség zavara. A szakácsok és a cukrászok is művészek, ugye hát ez kiderült, láthatták önök is. Szepesi Béla is az, bár ő egy kicsikét másképpen, ugye grafikus művészről van szó, róla és munkájáról szól a következő összefoglalónk. Téves elgondolás, hogy a robotok, androidok és önműködő szerkezetek a modern világ szövevényei, közölte Szepesi Béla. Az első számolóeszköz még időszámításunk előtt 2000-ben megjelent, amellyel már bonyolult műveleteket is végezhettek, az első android pedig az időszámításunk előtti első ezredév Kínájához köthető. Manapság a hirdető táblákon keresztül a mobiltelefonokig mindent a digitális gondolkodás múlt sző át, tette hozzá grafikus művész, amelynek szintén több száz éves múltja van. Ennek ezer éves előzményei vannak, sőt, akár azt is mondhatnám, hogy egészen az ókorig nyúlik vissza. Hiszen már akkor is léteztek olyan szerkezetek, amelyek valamilyen formában programozhatók voltak. És hát ebből a nagy sokszínűségből a 20. századra egyre inkább letisztultabbá vált ez a programozó gondolkodásmód. A Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének intézményvezetője habilitációs dolgozatában foglalkozott a témával, amelynek másik fővonala az volt, hogy ezek a változások milyen hatással és hogyan jelentek meg a képzőművészetben. A számítógépes grafika inkább a programozók számára volt fenntartva, és igazából a 80-as, 90-es évekből vált általánosan elterjedté, amikor már a normál Windows alapú felhasználók is tudták ezeket a programokat működtetni. És hát innentől kezdve nincs megállás, mert a grafikai tervezésnek, beleérte az épülettervezéstől elkezdve a szobrászat, a festészet szinte minden területén, ha nem is vált egyeduralkodává, de meghatározó jelentőségű lett. Az előadáson sok más szerkezet mellett például 9. századi kínai automata fuvalát, több mint 1000 éves hidraulikus bábszínházat, valamint 12. századi arab programozott játékokról is hallhattak az érdeklődők. Biztosan hallottak már arról, hogy meg annyi iskolában van diák önkormányzat. Hát jó hír, hogy a megyében is van, mármint, hogy van megyei dök, erről beszélgetek vendégeimmel, hiszen itt van Lukács Nándor és Tekler Bendegúz. Sziasztok, srácok! Szia! Hello. Köszönjük szépen a meghívást! Oh, hát ne vicceljetek, hát itt a lehetőség, itt az alkalom, hogy bemutassátok a munkátokat és terveiteket, de akkor alapozzuk meg ezt az egész dolgot, hogy mi is a megyei dök, illetve milyen feladatokat kell ellátnia ennek a szerveződésnek, szervezetnek? Igazából 2007-ben hozta létre Barna Gergő a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermek és ifjúsági önkormányzatot, azzal a céllal, hogy a diákban élő fiatalok, illetve fiatalsággal foglalkozó szervezeteket összefogja, és érdekképviseletet biztosítson számukra. És pár évvel később került be ez az SSB-díjak a Központi Ifjúsági Egyesület zászlója alá, kvázi a központ egy debreceni egyesület, és ő biztosítja jelen pillanatban a jogi, illetve pénzügyi hátterét az SSB-díjaknak, és általuk működünk. És igazából feladatunknak azt tűztük ki, hogy a megyében élő fiatalokat megismertethessük a lehetőségekkel, hiszen rengeteg lehetőség van számukra, és sajnos nagyon sokan nem tudnak arról, hogy mennyi lehetőség is rejlik itt a kis megyénkbe. Illetve tényleg az érdekképviseletet nagyon fontosnak tartjuk, amit ugye elődünk is, Barna Gergő is kitűzött célnak. Manapság már a fiatalsággal hol lehet értekezni? Facebookon, veled is például ott beszéltem meg, ugye az, hogy most itt találkozunk, beszélgetünk majd a dökről vagy gyökről. Mindenképpen érdekes az a téma, hogy pár éve ugye te lettél az elnök. Látom a Facebookos bejegyzéseket, hogy jó napot kívánok, elnök úr, tehát azért így viccelődnek ezzel a dologgal. Miért lettél elnök? Miért indultál az elnökségi tisztségért? Hát igen, igazából... ha most jól emlékszem, 2 évvel ezelőtt ismerkedtem én meg ezzel a gyökkel egész pontosabban, és engem nagyon megfogott ennek az egésznek igazából a feelingje, ha szabad ezt így mondani. Tényleg nagyon jó volt, hogy csinálhattunk valamit aktívan, és nagyon fontos volt számomra ezt az iskolai közösségi szolgálat, ez az 50 óra, amit el kell töltenünk, és remek lehetőséget kaptam, na, hogy ez az itt van, csinálhatom egy olyan közösségben, amit én nagyon szeretek, nagyon élvezek, nagyon jó emberekkel lehetek körülvéve.
És akkor a következő választáson márciusban, minden év márciusában van az új vezetőség választása, és tavaly márciusban alelnök pozícióba indultam, amit meg is nyertem, és tényleg nagyon jó évet töltöttünk együtt a tavalyi vezetőséggel, Bendeg Búz is tagja volt a tavalyi vezetőségnek is, és idén pedig elindultam, mint elnök, és nagy örömömre meg is nyertem, és akkor ebben az évben én képviselem az SSB-díjakat. Na és hát mi a tapasztalatról, amit lehet ezzel kamatozta szerezni? Na hát akkor mesélj erről, hiszen ugye elmondta hát... az előbb Nándi, hogy azért te is már benne vagy a vérkeringésben. Igen, más, egy ideje. Másfél éve kerültem be, nővéreim mindketten voltak elnökök ebben a gyilkben, és hát rám erőltették végül is, viszont életem egyik legjobb döntése volt, egy remek csapatot ismerhettem meg, és nagyon szép helyekre utazhattam el, jártam már Szlovákiába, Olaszországba az Egyesülettel, tehát remek lehetőségek rejlenek benne. Azt mondtátok, hogy a megyei diákságot össze kell kicsit kovácsolni, megmutatni nekik, hogy milyen lehetőségek vannak. Ez mind szép és jó, de miket tesztek? Meséljetek egy-két dolgot, hogy most programokat szerveztek, vagy értekeztek esetleg a, nem tudom, kemecsei általános iskola, mit tudom én, diák önkormányzatának vezetőivel? Ez hogy működik? A csapatunkban van egy kijelölt HR felelős, aki hetente telefonál, hogyha egy program lesz a közeljövőben, akkor általában minden iskolának körbe telefonál. Továbbá két hetente tartunk stábtalálkozókat. Nekünk a vezetőségünk alatt egy másik csapat is van, ők a stábtagok. Korlátlanul jelentkezhetnek bele diákok, ők is részt vehetnek programokon, önkénteskedhetnek, és ők is részt vehetnek a DÖK életében. Diákvezetők vagytok lényegében, vagy vezető diákok, így is mondhatom. Szinte egyértelmű a kérdés, hogy érdekelt titeket a politika is, vagy ez azért teljesen más? Szerintem teljesen más, eltér a két dolog. Én is ehhez akartam kapcsolni, hogy igazából próbálunk teljes mértékben elhatárolódni minden politikai megnyilvánulástól. Nyilván feladatunk az, hogy képviseljük a diáktársaink érdekeit, tehát hogyha arról van szó, nyilván egy jó ügyhöz mindig is kapcsolódni fogunk, meg bekapcsolódunk ilyen jó ügyekért való szerveződésekbe, de a politikától ahogy csak lehet távol maradunk, és eddig a múltban mindig sikerült is, és a jövőben is próbálunk majd itt tovább tevékenykedni. Sőt, tegnap is sikerült ezt elkerülni, mert tegnap volt egy jó kis bulitok, ha jól tudom. Egy bentalvó stábtalálkozót szerveztünk a halloweeni utógyűlés, vagy hogy mondhatnám, megünnepeltük a Halloween-t mi is. És mi lesz még, hiszen biztos vannak terveitek, akár novemberre, december, az új évre, meséljetek, hogy miket szerveztek. Hát ami első és legfontosabb programunk, ami legközelebb áll hozzánk, az novemberben egy háromnapos megyei sportnapok. Uh-huh. Ezt a Központi Ifjúsági Egyesülettel együttműködve szervezzük meg idén a megyébe. Ez igazából három nap, ahol a megye fiataljai sportolhatnak, általában szerda, csütörtök, pénteken szokott megrendezésre kerülni. Első nap kosárlabdában mérhetik össze a tudásukat a megye fiataljai, másnap röplabdában, illetve pénteken egy nagyszabású foci tornát rendezünk, ahol az elmúlt években már mind lány is, mind fiú csapatok is nagy számmal jelentkeztek. Nem akarok nagyot mondani, de ha jól emlékszem, tavaly több mint 800 diák sportolt ez alatt a 300 nap alatt. Nagyon nyitottak vagytok, és említettétek, hogy a Központi Ifjúsági Egyesület is segíti a munkátokat. Hol lehet titeket elérni? Hol van központotok? Hol jelentkezhetnek az érdeklődő diákok? Most új irodánk nyílt a Bocskai utca 25 szám alatt, egy elég nagy iroda, rengeteg lehetőség rejlik benne. Csocsóasztal, biliárdasztalunk is van most már, és a mi kis vezetőségünk is kapott egy külön irodarészt, ott tartjuk a stábtalálkozókat. Hát akkor ez jó buli helyszín is, hiszen azért gondolom nem csak értekeztek komolyan, hanem néha azért egy-két lazább rendezvény van. Laza hangvételűek ezek a stábtalálkozók, nem kötött meg. Nem egy ilyen karótnyel dolog, hála jó égnek. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és kívánom, hogy legyetek eredményesek a következő tanévben is. Hát márciusig akkor tart még az elnökség, úgyhogy hajrá nektek. Önöknek pedig köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, ne feledjék, egy hét múlva, azaz 11-én újra találkozunk. Szép hétvégét, a viszontlátásra!